Együttműködő partnerünk a 22 Butik Hotel rendezvényközpont. Esküvő helyszín Budapesten. A műsor támogatója a Kabiri Szőnyegház üzlet és webshop. Együttműködő partnerünk a T-Flotta Kft. Céges csapatépítések, talizmán nagyhajók. A műsor együttműködő partnere az nfcc.hu. Bármit felokosítunk. A műsor együttműködő partnere az Országos Vérellátó Szolgálat. Adj vért, ments meg három életet. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor együttműködő partnere a kulacsonline.hu. Az élet minden pillanatában. További együttműködő partnerünk Made in Media. Reklám megjelenés televízióban és rádióban országszerte. Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Nem szorgalmas voltam soha, hanem megszállottam. Van egy részem, ami rendkívül szorgalmas. Amikor benne vagyok valamiben, akkor nagyon nagy munkabírással és nagyon nagy szenvedéllyel vagyok benne. Lehet, hogy még van, aki alvás közben is szinte dolgozik. Szoktál egyébként olyat csinálni, hogy direkt feladatot adsz magadnak alvásra? Hát olyat nem, de olyat szoktam csinálni, hogy benne vagyok valamiben, és ez egy nagyon rossz tulajdonságom. Most például pont megint éjjel kettőig dolgoztam, mert otthon van a stúdióm, és ez ilyen szempontból rohadt rossz, hogy nem tud letenni. És ilyenkor szokott az lenni, hogy ezeket a hülyeségeket álmodom, hogy csinálom tovább, de így megakad a, tudod, a tű a lemezen, és mindig visszaugrik arra a pontra, nyilván, ami nem történt meg, vagy amit nem tudok kifundálni álmomba. Hát ha csak nem megjön a megoldás pont. De egyébként meg már olyan is volt, amikor tényleg így úgymond az este abba hagyott gondolatmenet valahogy arra ébredtem, hogy már ebbe benne voltam, és úgy keltem fel, hogy oda szaladtam a géphez, és már csináltam is. Amikor gyermek voltál, akkor otthon például téged úgy neveltek, hogy mindig voltak feladatok? Igen. Igen, tehát megvolt, hogy mit tudom én, padlót felvixelni, meg stb. Tehát ilyen takarítási feladatok. De ez ki volt adva is, ezt nem naponta ellenőrizték, hanem ez teljesen természetes volt, és suliból hazamentem, akkor takarítottam egyet. Ja, tehát nem is kellett külön mondani sem mondjuk szerda délután, hogy na most akkor nem, ezt csináld meg, hanem nem, neked nem, ez egy folyamatos feladat. Tudtam, hogy mi a dolgom, és ezt mindig elvégeztem. Apu ezermester volt, és magamba tudtam szívni mindenféle különösebb ilyen okítás nélkül mindenféle dolgot, minden szerszám volt, minden problémára meg volt a megoldás, és vagy hagyta, hogy én csináljam, vagy segített, vagy ő megcsinálta. Úgyhogy ott volt a szuper műhely, és aztán meg amikor elkezdtem motorozni szintén ilyen tini koromban, akkor hasznosítottam ezt a sok tudást, amit aputól összeszedtem. És elkezdtem, először csak a saját motoromat javítottam, mert az is ilyen kis javításra szoruló kis jármű volt, azon élesítettem a karmaimat, aztán annyira szuperül ment, mert hogy fényező műhely is volt, hogy elkezdtem felújítgatni, és akkor jöttek a haverok, hogy csináljam meg, fényezzem le a motorjukat, elkezdtem lóvét keresni vele, úgyhogy voltak azért ott jó időszakok. De jó, és ez már 10 éves korban akkor? Persze. Hát ez még sulis koromban. Hát a középiskolában ott eleve motorra jártunk iskolába, és ott 3 olyan osztálytársam volt, rajtam kívül még 2, akik ugyanebben motorműhely, nem tudom, akkor a tuningolások mentek, ezt nem tudod elképzelni. Ez brutál volt. Szorgalmasak voltatok azon a területen. Igen, csináltam. Akkor úgy mondom, hogy én ami érdekel, abban szorgalmas vagyok, de ami meg nem érdekel, azt meg tényleg magasról letoljam. Abban, ami a te tehetséged, abban mindig szorgalmas voltál? Szerintem csak abban szorgalmas, amiben van a fénytárs. Hát különben nem. Hát azt csináljuk, az utunk. De amihez nincs kedved levinni a szemetet. Igen. Abban viszont lehet, hogy nem vagy túl szorgalmas. De az impulzus előtt dönthetek erről, hogy nincs kedvem hozzá. De leviszem mindent. De ha megfogtam, akkor már ha megyek vele,
akkor már nézzük meg, hogy mi van a lépcsőházban. Jaj, de jó néz ki, ahogy leesett a vakolat, úgy néz ki, mint egy sárkány. Én az életemben, ha benne tudok lenni, akkor onnantól ez a dolog könnyű. Na, ezt el is hiszem. És egyébként könnyen lehet, hogy miközben leviszed a szemetet, valakivel összetalálkozol, aki valami olyan csodálatos dolgot mond neked, ami utána megindít egy életet. Ezeket sok élményem van, és ez alapján tanultam meg az életet így nézni és megszeretni, mert annak a veszélye, hogy ez nincs, akkor annak a veszélye elérhet minket, hogy nem vagyunk az életünkbe benne. Mert a reflexióban maradok, hogy de utálom ezt. Hiába küldi a jelzést a Jóisten valakinek a száján keresztül, hogy Barnabás, levinnéd, légy szíves a szemetet, mert kint vár egy üzenet téged, amit a Jóisten mondana, ha te tiltakozol, hogy dehogy viszem, de te nem tiltakozol. De sokszor azután is tiltakozunk, mint a megtörtént velünk. Megkaptad az üzenetet, és jaj, de nem, jó. Én ezt nem akarom. Én ezt nem akarom. Mert én várok a gondviselésed, a gondviselés már ott megjött. Van. Tudsz szorgalmas lenni olyan dologban is, amihez nincs kedved? Rá tudom venni magamat. Nem. Rá tudom venni magam. Katonaságnál számtalan ilyen volt, amikor olyan dolgokat kellett csinálni, amely az legkevésbé volt kedvem. És akkor leültem, átgondoltam, hogy tulajdonképpen nincs más választásom. Hát, igen. Tehát, igen. Ha békében akarok élni a renddel és a rendszerrel, akkor ezt meg kell csinálnom. Viszont ha valamit csinálok, akkor azt csináljam rendesen. Van egy részem, ami rendkívül szorgalmas. És hát nem biztos, hogy szorgalom, mert ugye az életem úgy alakult, hogy az a dolog, amit a legjobban szeretek, az lett idézőjelben a munkám. És én a munkaszót már nem használom hosszú ideje. De talán azért tűnök nagyon szorgalmasnak, mert nem érzem munkának. Mert az, ugye az is munka, hogy beülsz valahol egy turnébuszba, és utazol mondjuk 3 órát, felmész, beállsz, akkor eltelik 3 óra, játszol egy koncertet, lejössz, megvárod, amíg összepakolják a cuccokat, és elindultok haza, beszállsz a buszba, beszélgettek, persze, hogy tűnik, de hát az is mind a munka része, és amikor próbálsz valamire, az is. De mi ugye nem csak ebből élek, hanem zeneszerzésből is azért írok filmekhez, színháznak, baletthez, előadóknak lemezeket. Tehát azért eléggé sűrűvé teszi, és meg kellett tanulnom azt a fajta fegyelmet és szorgalmat. Még nem voltam az eleinte ennyire ráhangolódva arra, hogy behoztam az időmet, egy, és hogy tudom szinten tartani magamat, és hogy tudom felülbírálni magamat idézője a munkám kapcsán, mert az ember, amikor egyedül dolgozik, tehát például írom a zenéket, akkor megszűnik az a fajta kontroll. És könnyen túl közel kerülök a saját dolgaimhoz, észrevettem, de ez már 20 évesen megfogalmazódott magamba, hogy például megírok valami egy filmhez, egy jelenethez, egy hosszú jelenethez, zenét felveszem, stúdióba elmegyek, dolgoztam vele 3 napot, meg valamennyi pénzt rá kellett költeni, és akkor azt mondjam, hogy tudok jobbat. És megnyomni a delete gombot idézővel magadba, ahhoz már nagyon-nagyon-nagyon önfegyelem kell, és ott kellett lenni a hitemnek, a szorgalomnak, hogy nekülök újra is megcsinálom. Tehát ha én valamit nagyon akartam, akkor annak a megszállottja voltam, és mindent annak vetettem alá. Tehát amikor a zenéről volt szó, a hangszeremet vittem, akármerre mentem a házban, mindenhová vittem magammal, és előfordult, hogy éjszaka bezárkoztam a fürdőszobába is halkan. Ott egyszerűen nem hagyott nyugodni egy bizonyos dolog, hogy na most ennek az akkordnak hogy tudom a megfelelőjét feljebb játszani, vagy lejjebb, vagy különböző fekvésekbe ezt hogy tudom elhelyezni. Azt mondják egyébként az okosok, hogy a szorgalom helyettesíti a zsenialitást. Ez részben igaz is, mert ha valaki nem úgy születik, hogy mit tudom, valamihez tehetsége van, de kellőképpen szorgalmas, ez majdnem teljesen helyettesíti a zsenialitást, majdnem. Engem énekesként ismer az ország főképpen, de azért én alapjáraton nem is énekesként kezdtem a karrieremet, hanem dobos akartam lenni, tehát ütőhangszeres. Az
dob hiánya nélkül átalakult gitárra. Tehát, hogy én, Isten igazából az egész fiatal koromat, én akartam a világ legjobb gitárosa lenni. És rohadtul sokat gyakoroltam, és tepertem. És egy bizonyos ponton, nevezetesen, amikor az egyik első amatőr zenekaromat csináltam, akkor összefutottam egy fiúval, egyébként a Kékkői Zalán, akit legutoljára a Beatrice gitárosaként láthatott a nagy közönség, most már nem játszik ott. Ő volt ez a fiú, amikor 2 éve gitározott, amikor én leültem vele, és láttam, hogy fényévekkel előttem jár, és akkor ott azon a ponton rájöttem, hogy ez tök jó, hogy valaki valamit akar, teper meg minden, de valami nem fog összejönni soha. És akkor én ezt átváltoztattam egy olyannál, hogy akkor nem akarok én a világ legjobb gitárosa lenni, ezért én a mai napig nem csinálom azt, hogy orba-szájba gyakorlok otthon mindig. Akkor szoktam gyakorolni, amikor ha egy felvételre készülök, vagy hogyha mondjuk van olyan időszak, amikor gitározok a koncerteken, akkor nyilván akkor gyakorlok rá. Az is nagy dolog egyébként, hogy te magadtól, magadban ott felismerted azt, hogy egyszerűen akkor te nem leszel soha annyira jó gitárban, mint az a fiú. És akkor inkább nem is folytatod. Nem azt, hogy nem folytatod. Igen, tehát nem erőltetem. Tehát a célnak a zászlaját, azt egy másik távolságra tettem, mert rájöttem, hogy soha nem fog összejönni, tehát mindig csak menni fogok az életem végéig, és még mindig csak egy kis apróka kis pötty lesz, és az meg nem sikerülmény. Az a pont, az biztos nagyon fájhatott ez a felismerés, ott egy pár percig, nem? Ja. És akkor egyébként nem egy pár percig, én ott el is vesztettem a fonalat így egy darabig. És hát akkor már erősen jött az, hogy ugye a csajozgatás, meg minden, és akkor rájöttem, hogy az énekes gitárosok a legmenőbbek, nem is a gitáros, hanem az énekes gitáros. Énekes gitáros. Felnőttként mikor kezdtél el először úgy igazán dolgozni? 17 éves voltam, mikor. 16, mikor először pénzt kerestem zenével. Volt egy barátom, aki benne volt az első zenekaromban. Hónunk alá kaptuk a gitárunkat, felmentünk a Gellért-hegyre, és Beatles dalokat játszottunk, rengeteg külföldi volt, és ki volt téve a gitártok, és hát annyit kerestünk, hogy abból fizettem a menzámat például. Tehát meg abból vettem magamnak olyan dolgokat, amiket mondjuk a szüleim nem vettek volna meg nekem. Amikor fiatalon bekerültem ebbe az egész zenei kőforgácsba, akkor gyorsan bekerültem, akkoriban indultak a zenekarok, nem voltak saját hangszereseik, hanem mindenki szólista volt, és hívtak session zenészeket, akkor indult el ez. Megtanultam azt, milyen a stúdióról stúdióra járni és dolgozni 20 évesen. Főleg, hogy bekerültem a legnagyobbak közé, a Supergroupba, amikor a V-motoruk felosztotta. A Lehr Pisti is volt ilyen, és akkor egyből a óriások között találtam meg, hát nekem az a nagyon nagy dolog volt. Ez volt a késztető erő, hogy megfeleljek nekik. A másik pedig, amikor már 30 alatt elkezdtem elsőként, vagy első között bekerültem ebbe a reklám szakmába, ugye Magyarország volt az elosztó központ, innen vitte Kelet-Európába, sőt később vissza Nyugat-Európa egy közelebbi részeire a zenéket. Sőt, az egész világra is bejutottunk. Akkor én ott voltam, és elkezdtem ilyen cégeknek, olyan cégeknek dolgozni, és akkor végül is a nagyvilág cégeknek csináltam az arculatát, ami azt jelentette, hogy reggeltől estig. Tehát én toltam úgy, hogy 72 órára kibéreltem egy stúdiót, a hangmérnökök váltották egymást éjjel-nappal, fél órákat aludtam, a sarokban még volt valami keverés, vagy egy óra, és ezt végig tudtam tolni, de ott akkora tét volt. Ugye a fiatalon megtapasztaltam, hogy ilyen az nagyon sok pénzt keresni, hát nem érdekelt ez a része, de úgy jó érzéssel töltött el, hogy akkor Angliából, vagy visszakerült Amerikába, és az egész világon az én zeneim mennek. Tehát és nem a mosópor reklámokon, hanem a tényleg nagy kampányokkal, ahol világsztárokkal is kellett versenyeznem egy munka kapcsán. És ez a feszesség, hogy mindig meg kellett küzdeni minden munkáért, az egy idő után már sok lett, és mondtam, hogy nem akarok. Tehát annyit elértem, hogy én nem akarom bizonyítani senkinek, hogy mit tudok. Arra jöttem, hogy ezt a szorgalmat, vagy ezt a lendületet, amit megkaptam az élettől, meg biztatást, meg akartam hálálni utólag is mindenkinek, hogy kerülhettem én ekkor lehetőségek birtokába ilyen fiatalon. És akkor azt mondtam, innentől kezdve már csak az a része érdekel az életemnek, és bármit megteszek érte, hogy szépet és jót hagyjak magam után. Hittem abba, hogy tehát
most is hiszek abban, hogy azt gondolom, hogy pár jó hang képes megváltoztatni a világot, mert a zene pont olyan, mint az élet. Megírjuk, eljátszuk, és nem marad utánunk semmi, csak a dal. Ez lett a hitvallásom, és emlékszem még valahogy 20 évesen megismertem Torcsai Latit, aki a témonográfa elhívott, és akkor csinálta az életmű lemezét, és azt mondta, legyek a zenei producere. Nekem 30 alatt ez nagyon nagy szó volt, mert én miatta tanultam meg akusztikus gitározni. És meg az ő szavai voltak, amikor később találkozunk, hogy figyellek, nagyon jó úton jársz. Csinálj olyan zenét, amit életed végéig felvállalsz, és írj olyan szövegeket, amit bármikor felmész a színpadra, hiteles lesz tőled. És akkor valahogy ezen belém égtek. És eljött az a pont itt, telítődve ettől a elképesztő munkamennyiségtől, mert azt gondolom, hogy arra merem azt mondani, hogy szorgalmas vagyok. Tehát azt gondolom, hogy a családomat is, ha megkérdeznéd, hogy a gyerekeimet, akkor tudják, hogy mennyit szoktam eltölteni, és Rudi, vagy valamilyen ügyért, hogyha meg kell, vagy mellette ki kell állnom. És onnantól azt gondoltam, hogy csak a szépség lesz. Nem szemetelünk a világban, tehát addig is figyeltem erre, de csak a művészetnek fogok élni. És akkor jött pluszba az irodalmi, a színházi vonal az életemben. És elálltam, hogy milyen szép dolog. Van olyan tevékenység, amit a munka öröméért csinálsz csak? Hát sportolni szeretek. Igen? Heti 4 edzésem van. Abban is szorgalmas vagy akkor. Mai napig heti 4? Igen. Aztán. Igen. Megmondod, hogy mit csinálsz? Hát kondi teremben. Tehát gépek, súlyzók. Megvan az edzéstervem, van egy A terv, meg van egy B terv. Az egyik nap A, edzés van, másnap B. És mennyi ideig csinálod ezt? Napon minden, illetve hétfőtől csütörtökig mondjuk? Nem, úgy van, hogy hétfőn, kedden, szerda szünnap, csütörtök, péntek. És mondjuk egy órán keresztül? Vagy? Körülbelül olyan 50-60 perc egy edzés, igen. Aztán. Bemelegdéssel együtt. Múltkor valakivel beszélgettem, és mondja, hogy hát akkor neked már Schwarzeneggernek kéne lenned. Hát az, vagy csak a kabát miatt nem látszik. Nem. Hát mondom, az rendben van, hogy nem vagyok Schwarzenegger, de az elmúlt 30 évben ugyanannyi a testsúlyom. Tehát plusz-minusz 1-2 deka. Az elmúlt 30 évben ugyanannyi a vérnyomásom. Ugyanannyi a vér-oxigén tartalma, tehát a véremnek a oxigén tartalma. Ugyanannyi. Tehát ha ezeket megnéz az ember, és azt mondom, hogy mondjuk az elmúlt 30 évben nem voltam beteg, akkor azt mondom, hogy talán megéri. Van olyan időszak, és ezt magamon vettem észre, ha elmegy az ember valahova pihenni, és akkor sikerül egy hetet kiszakítani, vagy régen azt csináltak, hogy mindig valahova elutaztunk gyorsan a világba, hogy a gyerekek kisebbek voltak, hogy annyi munka volt, hogy volt egy szabad hét, na akkor mentünk egy repülőjét, és akkor ide elmentünk. Amikor visszajöttünk 7 vagy 10 nap után, akkor azon vettem észre, hogy 3-szor annyi idő kellett, hogy visszapörüljek arra, és az ember vagy belassul, és ezt nevezhetjük lustaságnak, és így élvezni akarja azt, hogy de jó, én élveztem azt, hogy ott a tengerparton ülök, vagy hogy mászkálunk valahogy, és semmilyen gond. És ha már egyszer abba hagytad, azt már lustaságnak hívnám. Akkor igazából jó lenne meghosszabbítani, mondjuk 3 hónapig, vagy igazából néha egy fél évig pihenni. Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Együttműködő partnerünk a 22 Butik Hotel rendezvényközpont. Esküvő helyszín Budapesten. A műsor támogatója a Kabiri Szőnyegház üzlet és webshop. Együttműködő partnerünk a T-Flotta Kft. Családi rendezvények, legény és lánybúcsúk.
A műsor együttműködő partnere az nfcc.hu. Bármit felokosítunk. A műsor együttműködő partnere az Országos Vérellátó Szolgálat. Adj vért, ments meg három életet. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. A műsor együttműködő partnere a kulacsonline.hu. Az élet minden pillanatában. További együttműködő partnerünk Made in Media. Reklám megjelenés televízióban és rádióban országszerte.